Jó reggelt, sziasztok! Ez a hamuesgyémánt.hu kékszalag közvetítése, az 53. kékszalag Raiffeisen nagydíjról. És itt vagyunk már a rajtvonalon, mögöttem a déli partibója, előttem pedig Füred látszik, és az az 556 hajó, vagy legalábbis egy részük, akik neveztek a versenyre. Én Siling Tamás vagyok, és szeretném bemutatni Horváth Pétert, aki szakkommentátor lesz ezen a versenyen. Péter, tiéd a szó. Szia Tamás, köszöntöm a nézőket. Igen, itt vagyunk most az 53. kékszalag Raiffeisen nagydíjon. Nagyon-nagyon szép napos időjárásban kezdődik ez a verseny. Most még szél is van, és hát remélhetőleg megmarad valamennyi ebből a szellőből, hogy ne szenvedjen ez az 556 hajó túl sokat kint a vízen. Ugye 48 órájuk van megkerülni a tavat. Én azt gondolom, hogy a mezőnynek egy jelentős része ki fogja tölteni ezt az időt, a rendelkezésre álló időt. Most, amit látunk, az az, hogy már a rajtvonal északi részén a mezőny nagy része elkezdett helyezkedni. Valamiért a déli partról kevesebben próbálnak rajtolni. Mi itt leszünk egész nap, illetve a következő két napban, és megpróbáljuk megmutatni ennek a gyönyörű versenynek az eszenciáját, az életérzését. Mi lesz ennek a menete, ha a megbeszéltek szerint először követjük az élmezőnyt, Keneséig? Igen, az első másfél-két óra az mindenképpen a Kenesei pályáig a katamaránokról fog szólni. Természetesen nem feledkezünk meg a mezőnyről. A Kenesei pályájánél elengedjük a katamaránokat, és vissza fogunk térni a mezőnybe, és onnantól kezdve gyakorlatilag velük fogunk foglalkozni. Rengeteg érdekességet hoztunk, rengeteg adatunk van, be fogjuk mutatni a hajóosztályokat, és remélhetőleg sikerül kapcsolatot létesítenünk jó pár kormányossal is. Figyeljétek egész nap a hamuesgyémánt.hu-t, mert rengeteg érdekességgel készültünk, és rengeteg érdekességet fog szolgáltatni nekünk a verseny is. A rajtnál jövünk!